tudatosan gondoltuk így, hogy ő zárja a sajtótájékoztató hivatalos részét. Már csak azért is, mert vele visszatérhetünk a Budapesti Fesztivál kulisszatitkaira is egy kicsit. Ugye említettem, hogy Bán Teodóra a Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ ügyvezetője, úgyhogy pontosan hiteles válaszokat tud adni. Például arra a kérdésre, hogy az utóbbi években látványosan bővült ugye a fesztivál, de a ti oldalatokról, az emberek oldaláról, a szervezők oldaláról mi minden változott, mi minden emelte ezt a fesztivált? Én is köszöntök mindenkit szeretettel, nem érzem magam háttérbe szorítva jelen pillanatban, sőt jól érzem magam így a mérfi koszorú között. Azt gondolom, hogy nagyon sok minden változott, hiszen, mint ahogy elnök úr is, Kár Csaba is említette, ez a harmadik tavaszi fesztivál, amit már közösen szervezünk, mind a Főváros Önkormányzat, mind pedig a kormányminisztérium együttműködésében. Egy olyan garanciát kaptunk a fesztiválok szervezésében, támogatásában, amelyben én azt gondolom, hogy kiteljesedett így az elmúlt évekre is visszatekintve. És ha áttekintjük azt a kínálatot, amit most önök gondolom a kezükben már tartanak a sajtóanyagban, és ez itt elhangzottak alapján is, önmaga erre beszél az a tény, hogy egy fővárosnak, egy városnak a kultúrája az egy olyan érték, és egy olyan üzenet, egy olyan küldetés, egy olyan meghívó és olyan megszólítás, amely példátlan tud lenni, és az ehhez kapcsolódó értékek és előnyök, amelyek egy széles horizonton képesek megmutatni azt, amit egy ország, egy nép, egy város és a benne élők, a művészek üzenni tudnak magukról, az ebben a kis eszenciális tavaszi fesztiválban, ez alatt a két hét, három hétvége alatt nagyon szép képet tud mutatni a városról. Tehát a szervezők, mind szervezők és mind, hogy úgy mondjam, válogatók is egy nagyon örömteli feladatot látunk el. Talán reflektálva így, és örülök, hogy egy ilyen picit rendhagyó sajtótájékoztatót tudunk tartani, hiszen sokkal inkább be tudjuk mutatni önöknek, akik egyébként én azt gondolom, hogy ugyanúgy a lélek, lelkeken és szíven keresztül tudunk megszólítani, hogy mennyire fontos a racionalitás mellett, az életünk mellett, a rendszer mellett az, amit a művészek, a művészetek adni tudnak. Tehát egyfelől az a kultúra, az a psziché, ami körülöttünk él és bennünk munkálkodik, ami az életünket szebbé tudja találni, és egy kicsit el tud navigálni minket a jó irányába, hiszen erre mostanában azt gondolom, hogy nagy szükség van. Tehát ebben a kontextusban is azt gondolom, hogy nagy a jelentősége és a szerepe a művészeknek, az alkotóknak és a hallgatók felé küldött üzenetnek. Hogy mennyivel több ez, mint egy fesztivál? Jóval több, mint egy fesztivál, hiszen olyan alkotások születnek meg, amelyek hosszú évekre, évtizedekre előre mutatnak, és egyben teret is adnak azoknak az alkotóknak, alkotásoknak, akik itt, ebben a térben, ebben a közegben tudnak megmozdulni, és itt lép elő az együttműködés a kormány, illetve a főváros között, ahol ennek a terét, a lehetőségét megteremtette, hogy mi a művészet és az alkotás. Én azt gondolom, hogy egy nyelvet beszélünk minden műfajban, előadó művészet, képzőművészet terén. Tehát nincs szükség tolmácsokra, és nincs szükség arra, hogy közös az eltérő nyelveket fordítóként kelljen meghallgatni, hanem egy olyan nyelvet beszélünk a zene és a művészeti nyelvén, ahol mindenki, én azt gondolom, hogy ezt a nyelvet megfelelő módon tudja hallgatni, alkalmazni, ami összeköti talán még a világot is. Talán pontosan azok a művészeti ágak, amelyek itt most a színpadon jelen vannak, tehát a klasszikus zene, a kortárs tánc és kortárs zene, valamint a jazz az, amelynek folyamatosan dolgozni kell azért, hogy közönséget találjon magának, nem csak Magyarországon, hanem szerte a világban. Ez a fajta kínálat, ez a fajta jóval színesebb lehetőség, program, választási lehetőség, amelyet most a Budapesti Tavaszi Fesztivál már néhány éve nyújt, és egyre inkább kínál a közönségnek, hozza-e azt, hogy az idézőjelben, de nagyon jó értelemben megszokott közönség mellett évről évre újak csatlakoznak?
Természetesen, hiszen az egymás mellett élés az egy nagyon fontos üzenet, hiszen maga a műfajok is, ugye a tradíció, tehát az ápolt tradíciók mellett, és az újraértelmezett tradíciók mellett, a jazz és a kortárs művészeteken, a klasszikus művészeteken át egy olyan családot alkot, amelyben aki kultúrafogyasztó, és nekünk elsősorban talán ez is a célunk, hogy minél több kultúrafogyasztóra találjunk, több szempont miatt is, nem csak azért, mert szükségünk van, hogy meghallgassanak és megértsenek bennünket, hanem azért, mert egyszerűen enélkül az élet nagyon sivár. Tehát, hogy szükségünk van arra, hogy a kultúra jelen legyen az életünkben. Természetesen erre azok a művészek, azok a fiatalok, akik egyrészt ebben a közegben, ebben a kontextusban be tudnak mutatkozni, új alkotások tudnak születni. Ezek az átjárások, ezek feltétlenül szükségesek, hiszen a következő lépés és az azt követő lépés egy olyan jövőt tud vizionálni, amelyben a művészeknek minél inkább megtalálják a közönségüket, és az előadó művészek és az alkotó művészek is sok-sok közös munkában tudnak részt venni. És egy részletet még ne hagyjunk ki néhány gondolat erejéig, mégpedig a szabadtéri programokat, hiszen erre aztán igazán kíváncsiak az emberek, ezt elmondhatjuk, azt hiszem. Hát nem lehet egy fesztivál, azt gondolom, főleg a tavasz, hogyha köszöntjük a tavaszt is, hogy a gyönyörű épületeinkből lelépjünk ki a közterekre, és mutassuk meg magunkat, hogy szép a város, hogy jó a város mindannyiunknak, tehát akkor most, hogy a két konkrét dolgot említsem, tehát a promenádunk, amivel elindítjuk majd április 9-én a városban, a város tavasz ünnepét, avval indítunk el, ahol tánccal, zenével mutatkozunk benne, és ott is visszük magunkkal azt a zászlót, amelyben Lisztet és Bartókot és az üzeneteinket szeretnénk megmutatni tánccal, zenével, és erre hívunk mindenkit nagy szeretettel. Ez az Andrássy úton három helyszínről indul, a Szent István téről, a Városháza parkban, valamint a Fővám téről, és az Andrássy úton megyünk végig. Az Operaház előtt állunk meg, ezt a Liszt-Ferenc téren állunk meg, a Kodály körömnél, és aztán a Hősök terén van egy nagy kiteljesedése, ahol már így az elmúlt, ez a harmadik alkalom lesz. Az elmúlt években is már jelentősen nőtt a közreműködők száma és a hozzánk csatlakozók száma, tehát ilyen 600 főnél tartottunk azt hiszem az elmúlt évben, és ugye Bartók jegyében zárjuk a fesztivált, az pedig a Zeneakadémián és a Zeneakadémia előtti színpadon felállítva a kórus ünneppel. Bán Teodóra, nagyon szépen köszönöm.